Nem tudom. Vágod, ez vagy 15, vagy 20. 19. 19. Sziasztok emberek, én Pinkorizom vagyok, és a mai videóban ismételtem egy talált ki hány éves a lány. Videó viszont most TikTok videók szerint kell megállapítanunk, hogy hány évesek a lányok. TikTokon alapból nagyon nehéz megmondani azt, hogy egy adott lány az hány éves, szóval most igazából le fogjuk tesztelni, hogy mennyire vagyunk jók ebbe. Minden egyes kép után ti is írjátok meg kommentbe, hogy ti mit szavaztatok volna, csalni nem ér. Ja, és egyébként nem tudom, mennyire tűnt fel nektek, de új a mikrofonom, jobb a hangminőség. Meg jobban is néz ki a mikrofon, csak úgy halkan megjegyzem. Na nézzük, valószínűleg a zenék azok le lesznek mútolva, vagy le lesznek némítva, és alá fogok vágni egy teljesen másik zenét, mivel bele-bele tekergettem, és szinte az összes klip copyrightos. Szóval nézzük. Nem a zene a lényeg. Oké, okay, ready? I'm ready. Mennyi időm van rá? Amúgy 17-et mondanék. Hopp! Ennyi időm van rá? Legalább bírhatná, hogy 3-2-je valami. Eltaláltuk egyből egy. 16. Nem, 19. 19. De jól mondtam, jól mondtam. 20. 20. Ez... 3-ból 1. 3-ból 1. 18? Igen, 18-nak néz ki egyébként. Ezek az egy évek, amiket tévedek, hát egyszerűen hihetetlen. Hihetetlen. Ő szerintem 15. Na ő csak 15. Na ennyi. 5-ből 2, csak mondanám halkan, nem állunk olyan szarul. Nem is látom, hogy mik a lehetőségek. Tehát 16. 18, talán meg 20. Jó, én erre 20-at mondok, én ezt az egy számot látom itt, hogy 20. Többi az mi? 18. Jó van akkor, jó van akkor. Ő is szerintem idősebb. 18. Mit akartok? Mit akartok? Várj, itt meg kell állítsam. Ez 20 vagy 22, de melyik? Ez 20. Bocsánat, ő 20, nem ez ő. Mi? Amúgy nem tudom, miért viszketek. Tehát én akárnyszor felkapcsolom ezt a rohadt softboxot, elkezdek izzadni és elkezdek viszketni. Nem hiszem el amúgy, hogy ez 17 volt. Fú. 16. 17. Amúgy először 17-et akartam mondani. Amúgy 18. De hogyha 18 alatt van, akkor viszont... Au. Au. 16. Ki gondolta volna, hogy ez se lesz jó? 17. Amúgy erre mennyi az esély, kajak? Szinte egyszer nem találom el 4-ből. Jó volt ez 16. Akkor erre mondom azt, hogy 16. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez lehet, hogy becsapós. Bezavarnak engem ott a dolgok. Nem tudom. Vágod, ez vagy 15, vagy 20. 19. 19. Jó, az még úgy reális. Reális. 17. És már ekkor? Mindegy, hagyjuk. Ez szerintem... Ő 17, ő is 17, tehát 16. teljes káosz. Ó, őt szoktam látni. És ha jól tudom, ő 16? Vagy 18, 18, ő 18, 19. Ezt akartam mondani egyébként. Ne kössetek már belém, légy szíves. Tizenhat...
Néven azt, hogy tényleg mind... Jó, nem mondok semmit, tehát vicc kategória. Szerintem ez a videó fake. 20. Mondom, hogy fake. Mondom, hogy fake. Milyen szeme van, Di? Jó, hát 23, ezt most megmondom itt nektek szemtől szembe, hogy 17. Hopp, és 17. Fingom nincs. 14-et mondok akkor. De amúgy 15-öt, de amúgy... Ja, hagyjuk, hagyjuk. Kenabates. 18? Hopp! Hopp! Negyedik tali találat? Talán negyedik. Maximum negyedik. Ennyi volt. Hát nem tudom. Nem nagyon számoltam, hogy mennyit találtunk el. Szerintem 4-et. A 10-ből? 10-ből 4-et? Az reális? Nem tudom. De a lényeg, hogy még mindig nem megy ez nekem. Főleg TikTok videók alapján nem, mert ott mindig becsapva érzi magát az ember. Tehát bead egy, általában egy lányt, tökre izé, érted, termet, meg minden, és kiírja kajak a profilján, hogy 13, meg 14 emberek. Kajak néha vagyok sokkolva, amiket ott látok. Nagyon durva. Na minden esetben köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a videóban. Ha tetszett, akkor azt jelzitek egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok meg kommentbe, hogy ti mennyit találtatok el. De tényleg nem csalva, őszintén mennyit találtatok el, mert érdekel, hogy csak én vagyok-e ilyen szerencsétlen, vagy más is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, következő videóban találkozunk, jók legyetek, Pinkorizon voltam, sziasztok!